Az élet drámai módon meg tud változni. Erre jött rá a 19 éves J.R. Simpson, miután elrabolta egy srác Jackie-jét. Azt gondolta, hogy ez jó móka. Két nappal később letartóztatták fegyveres rablásért, és akkor már nem volt mind nevetnie. Láttam embereket börtönbe menni, láttam gyilkosságot is, de tinédzserként az ember azt gondolja, ez vele nem eshet meg. Velem nem, pedig mindenki ezt mondta. J.R. Simpson mindig is jó gyereknek tartotta magát. Szerette a családját és apjához akart hasonlítani. Ugyanúgy jártunk. Ugyanolyan sajátos modorunk volt. Mindent, amit a fociról és a ház körüli teendőkről tudok, azt mind tőle tanultam. De mire 15 éves lett, szülei elváltak. Kicsit mérges voltam, amikor elváltak, mert megszoktam, hogy otthon van velem. És persze volt bennem fájdalom és csalódás, nem értettem az egészet. Különösen az apjára volt dühös. Minden energiámat a sportba fektettem. Ez segített palástolni a sérelmet és elrejteni a fájdalom egy részét. De továbbra is érezte az űrt, amit az apja hagyott maga után, különösen a meccseken. Leginkább vasárnaponként hiányzott, amikor meccsünk volt, és nem volt ott, vagy nem együtt mentünk oda. De akkor még nem ismertem fel, hogy milyen befolyással volt mindez rám. J.R. kis dolgokban kezdett el lázadni. Későn ért haza, engedetlen volt. Édesanyja remélte, hogy a gyülekezet majd vezetést ad a fiának. Otthon az volt a szabály, hogy gyülekezetbe járunk. De nem szerettem. Soha nem volt személyes kapcsolatom Istennel. J.R. nem csak a szerepekről alkotott képét vesztette el, hanem az identitását is, amit aztán a fociban keresett. Minden meccsen játszottam. Kezdőjátékos voltam, és ez nagyon sokat jelentett nekem. Ez valamiképp segített, hiszen akkoriban identitás problémáim voltak, amiről igazából senki nem tudott. De a sporton keresztül elkezdett ez felépülni. Ezután a kortársai lettek rá hatással, inni és füvezni kezdett. A gimnázium után ők lettek a példaképei. Ugyanazok a srácok, akiket a pályán csodáltam, most drogot árultak. Az egyik részem azt akarta csinálni, amit ők. Ott voltak a kocsik, a jó cuccok, meg persze a pénz is. De 19 évesen J.L. tudta, hogy nem elég merész, és nincs híre az utcán. Mivel nevet akart szerezni magának, átlépett egy határt. Egy barátjával épp buliba tartottak, amikor megláttak néhány srácot a járdán. Az egyikükön egy vagán Jackie volt, ami kellett neki. A haverom azt mondta, hé, meg kéne szerezned azt a Jackie-t, és oda mentünk hozzájuk. Mondtuk neki, hogy a Jackie-det akarjuk, vedd le, de nem akarta levenni. Aztán a barátom elővette a fegyverét, és azt mondta, na most vedd le a Jackie-t. Le is vette, mi meg már útban is voltunk a buliba a Jackie-vel. Úgy gondolom, igazából itt indultam el a lejtőn lefelé. Később a partén a DJ-től is loptak pár cuccot, szintén fegyverrel. J.L. nem fogta fel a súlyát annak, amit tettek. Számomra ez akkor mókásnak tűnt, és egyáltalán nem vettem komolyan. Két nap múlva a barátjával együtt letartóztatták. A következő dolog, amire emlékszem, hogy a jogaimat olvassák. Sokkoló volt, életem egyik legszörnyűbb időszaka. De valami történt 1992. február 26-án, ami olyan folyamatot indított el bennem, hogy az életem örökre megváltozott. Még a fogdában a tárgyalásra várt, meghívták egy biblia tanulmányozásra. Nem ismertem sok bibliai történetet, de hallottam Pálról és Silásról, amikor börtönben voltak és dicsérték Istent, és az ajtó kinyílt. Szóval úgy gondoltam, elmegyek a biblia órára. Megkérdezték, hogy van-e valaki, aki be akarja fogadni Jézus Krisztust. És én befogadtam. Végre a gyülekezetben hallott dolgok kezdtek értelmet nyerni. Fantasztikus volt ez a kapcsolat a szerető Istennel. Aki meghallgat, meghalt értem, és aki szeret. Bűnösnek találták két rendbeli fegyveres rablásért, és 12 év börtönre ítélték. Bár rettegett, növekvő hite reményt és valódi identitást adott neki. Soha nem tudtam megvalósítani önmagam. Mert nem tudtam definiálni önmagam. De ez csak addig tartott, amíg nem kerültem kapcsolatba Jézus Krisztussal, és nem értettem meg, hogy benne lettem teljessé. Nagyon sokat segített a kapcsolataimban, és hogy megbirkózzak azzal, hogy bebörtönöztek engem.
J.L.-nek végül csak 3 évet kellett letöltenie. Miután kikerült, lelkészként folytatta. Hálás vagyok Istennek! Idővel feleségül vette Shannont, és ma már nagy, hétfős családjuk van. Segít a gyerekeinek, hogy Istennél keressék az identitásukat. Az üzenete nagyon világos. Isten bármire képes, ő nagyon jó indulatú és kegyelmes. Annak ellenére, hogy hibákat követtem el, ő ezeket felhasználta arra, hogy áldás legyen belőlük, hogy másoknak ne kelljen ezeken átmenniük.